A Csillagászati Kutatóközpont Piszkéstetői Obszervatóriumának tudományos munkatársa Sárnecki Krisztián csillagász március 11-én egy kisméretű aszteroidát fedezett fel, amely az előrejelzéseinek megfelelően két órával később belépett bolygónk légkörébe és az Atlanti-óceán északi térségében megsemmisült. Így hangzik a hír, aki pedig velem van telefonon, az maga Sárnecki Krisztián csillagász. Szerbusz, üdvözöllek! Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat! Mekkora szenzáció ez? Hát megélőként ezt nehéz elmondani, de az biztos, hogy hatalmas nemzetközi díszhangot csapott. Olyasmit, ami magyar csillagászti eseménnyel nagyon ritkán, vagy még soha nem fordult elő, mert ez egy nagyon-nagyon különleges esemény volt. Úgyhogy ez biztos, hogy sokan megismerték Magyarországnak a nevét, mint csillagászatot művelő ország, akik korábban esetleg nem gondoltak ezzel. Eddig hány olyan kis bolygót vagy aszteroidát fedeztek fel, amely behatolt a légkörünkbe? Igen, ugye ez ezért is keltett nagy vízhangot, mert ez mindössze az ötödik eset volt a történelemben, hogy megláttuk azelőtt a közeledő égitestet, még ha csak két órával is, mielőtt elérte volna a Föld légkörét. Ez egy nagyon ritkán előforduló siker volt. Ugye már több mint 28 ezer olyan égitestet ismerünk, amely megközelíti a Földet, és esetleg belénk csapódhat, meg sokkal több ilyen létezik. De ebből mindössze öt volt tulajdonképpen szerencsére, amelyik a felfedezése után el is találta a bolygónkat. És azért tegyük hozzá, hogy az előző négyet az USA-ból észlelték. Igen, ebben az volt a fő, illetve az is volt a mondás, hogy hát a legnagyobb pénzeket azokat a NASA fordítja, meg tudja fordítani ezeknek az égitesteknek a megkeresésére, és hát nyilván ezért ők találják a legtöbbet is, hiszen itt darabra múlik a dolog, ha több távcsöved van, meg nagyobb területet látsz az égből, akkor azért többet találsz. De itt azért meg lehetett mutatni, hogy mindenhol szükség van egy-egy ilyen teleszkópra, a világ bármely részén lehet sikereket elérni. És ez azért is fontos, mert egy ilyen égitest például, bár ez nem különösebben veszélyes, meg az előző négy se okozott semmiféle galibát, de nagyon gyorsan közeledik a bolygónkhoz. És egyszerűen ugye egy fél nappal korábban, amikor még ott az Egyesült Államokban van mondjuk éjszaka, és dolgoznak ezek a távcsövek, még messze jár ez a közeledő kis égitest, és egyszerűen túl halvány ahhoz, hogy még az ottani nagyobb, meg több távcsővel felfedezzék. Tehát muszáj a földgolyót úgymond körbehinteni más helyeken is távcsövekkel. És hát ezért jó, hogy Magyarországon is van egy ilyen obszervatórium. És ugye aztán ez egy nagyon sikeres hónap volt a március, mint egy másfél héttel később egy olyat is sikerült találni, ami csak 6400 kilométerrel ment el a földfelszín felett. Az is egy nagyon nagy közelség volt, ugye az nagyjából egy földsugárnyira ment el a felszín fölött. Úgyhogy igenis, hiába ott vannak a nagy pénzek a föld másik felén, egyszerűen ez egy olyan műfaj, ez a föld közeli kis bolygó keresés, hogy itt az, hogy hol van éppen éjszaka, és hol van éppen derült, az is számít a megfigyelések. Mert ugye egy távoli galaxis, egy nagyon távoli fekete lyuk esetében az nem probléma, ha egy nappal később észleljük le, amíg fordul egyet a Föld, és újra éjszaka lesz, bár ez sem teljesen igaz, de ezeknél az apró égitesteknél viszont nagyon-nagyon fontos, hogy akkor és ott legyünk abban a néhány órában, amikor megtalálható az égitest, és épp észlelhető a Földről. No kérem, mi történt március 11-én? Te fönt voltál, és nézted a távcsőbön keresztül az eget, fotóztál. Hogy történik ez? Hát én ugyanazt csináltam, mint most már az elmúlt másfél évben minden derült éjszaka. Én fotóztam az égboltot, ugye csillagászok már régóta nem kémlelnek távcsőbe, maximum a saját szórakozásukra. Persze, amikor épp munkaidőn kívül vannak, vagy szabadságon úgymond, akkor azért belenézünk a távcsőbe, de a tudományos kutatásokat azok ma már fotókkal történnek, fotográfikusan kell végezni. Egyrészt azért, mert sokkal halványabb dolgokat látunk, másrészt meg az adatok reprodukálhatóak, kimérhetőek. Szóval én fotózom az eget, minden derült éjszaka, most már másfél évvel ezelőtt, és március 11-én is ugyanezt
tettem. Ugye korábban már 63 földcsúruló kisbolygót sikerült felfedezni, nem piszkés tetőről, ezzel is nagyon jól állunk szintén gyakorlatilag a nagy názás programok mögött. Magyarország következik rögtön ilyen földközeli kisbolygók felfedezésébe, és igazából ez a 64. amit én este 8:30 körül találtam áprilisban, ez sem volt első ránézésre nagyon különleges. Ugye a csillagok között haladó kis fénypontok ezek a kisbolygók, ugye a csillagok nyilván egy helyben maradnak, hogyha csinálok több felvételt, de ezeken a felvétel sorozatokon a mozgó égitestek ugye mozognak. És azért az egyből látszik, hogy milyen sebességgel mozog a csillagok között, az látszott, hogy ez egy újabb fogás lesz, egy újabb ilyen föld közelében járó égitest, elég gyorsan haladt a csillagok között, de úgy nagyon nem különbözött a korábbiaktól. Ugye ez elsőre nem igazán tűnik fel, pláne, hogy először csak nagyon rövid ideig, tehát pár felvétel készül, és azokból azon kívül, hogy közel van, még a mozgás irányát nem nagyon lehet meghatározni. Tehát ez volt az első lépés, hogy feltűnt egy mozgó égitest ezeken a fotókon. Honnan tudtad, hogy ez be fog csapódni a földünkbe? Tehát ez mikor derült ki számodra? Hát igen, ehhez kell a következő lépés, hogy el kell kezdeni követni. Ugye ehhez az is kell, hogy nagyon gyorsan megtaláljuk ezeket az égitesteket, tehát ezeket a felvételeket azonnal elemzés alá vettem. Ugye ez is sok téma, sok csillagászati témától különbözik. Hiszen, hogyha visszatérünk akár egy ilyen távoli galaxis, vagy egy fekete lyuk viselkedésére, ott akár hetekkel, hónapokkal később is feldolgozhatom az adatokat. Ugye az elmúlt hétnek, vagy elmúlt két hétnek volt a nagy híre, ugye a tejútrendszerünk központi fekete lyuka körül, ugye ennek a fénygyűrűnek a lefotózása. Hát azt talán nem is tudom, évekig dolgoztak a képeknek a feldolgozásán, mert arra is volt szükség, meg úgy lett tökéletes az eredmény. Na most ez földcsúruló kisbolygó témában nem megy, olyan módszerekkel kell dolgozni, hogy azonnal át tudjuk nézni, és akkor én is gyakorlatilag 10 perccel a képek után megtaláltam ezt az égitestet, és akkor el kell kezdeni követni. És amikor elkezdi követni és az ember, és akkor látszik, hogy változik az időben a mozgása, mivel ezek közel vannak hozzánk, gyakorlatilag ha 20-30 perccel később lefotózom, már megváltozik a mozgásának akár az iránya, meg a sebessége is az égen, ahhoz képest, amikor megtaláltam, és ez már utal a mozgására. És amikor fél órával később megcsináltam ezeket a követő képeket, akkor már magukon a felvételeken is először nem is, meg is zavarodtam, mert sokkal gyorsabban ment, mint fél órával korábban. Először még azt is hittem, hogy egy másik égitest van véletlenül ott a környéken, mert azért ilyen is elő szokott fordulni, hogy véletlenül kettő látszik egymás közelébe. Úgyhogy jó, megnéztem, hogy nem-e ott van, ahol vártam, mert egész máshol volt, és gyorsabban is ment. És akkor azt is hittem, hogy valami műhold, azok szoktak ilyen gyorsan változtatni sebességet, ugye, hogy keringenek a föld körül. De hát nagyon nem olyan volt az irány, és akkor még tovább követtem, akkor még érdekesebb lett. Még tovább követtem, és akkor utána a következő megfigyelések egy 30-40 perccel a felfedezés után kiadták, hogy ez bizony azért gyorsul ennyire, mert hogy közeledik felénk, és pont felénk jön. És hát akkor indult be a nagy üzem, hogy úgy mondjam, de én is elkezdtem követni, meg kiment ugye a világ felé a hirdetés, mint később megtudtam, hogy ezeket a megfigyeléseket azonnal be kell küldeni egy amerikai központba, ott van a kis bolygó központ, úgymond, mindenhonnan a világ minden tájáról oda küldik be a friss felfedezéseket, a megfigyeléseket. Beküldtem, és ott is felfigyeltek rá, és mint később kiderült számomra, ezt eddig én sem tudtam, mert nem volt ilyen, hogy a NASA-nak, meg az ESA-nak, az Európai Űrügynökségnek is vannak automata szoftverei, amik figyelik azt a nyilvános oldalt, ahol bekerülnek ezek a megfigyelések. És nekik is azonnal jelezték a szoftverek, amit én itthon egy saját ilyen programmal számoltam ki, hogy ez felénk jön, ott is jelezték, hogy ez bizony a Föld felé tart. Még az első megfigyeléseknél csak 1%-ot adtak neki, de amikor elküldtem ezeket a követőeket, akkor náluk is 100-ra ugrott föl ez a szám. És hát nem volt sok idő igazság szerint, tehát kiment a riasztás, tehát aztán nem tudták sok helyről észlelni, egyszerűen ezt követik amatőr csillagászok, Csehországból egy amatőr csillagász végül tudott róla képeket csinálni, Olaszországból, meg érdekes módon a Távol-Keletről, ahol ugye nálunk este volt, náluk még a hajnali órák voltak, de elérhető volt ez az égterület.
ugye, hogy a félföld, és akkor még ilyen talán japán vagy koreai obszervatóriumokból is, a nekik már hajnalban, mindjárt nekünk este, még onnan is meg tudták figyelni. És akkor ez a több helyről nézés, ez nagyon jó, mert akkor ez nagyon pontosítja, hogy hova jön be. Érdekes lett volna követni, hogy mi a következő lépés egy ilyen riasztásban. Ugye valószínűleg az, hogy halakott terület felé tart egy ilyen égitest. Akkor mi van? De nem, hát az majd kiderül a következőnél, reméljük, hogy nem nagyon. Az most nem derült ki, mert hogy azt mutatták a számítások, azt is gyorsan megmutatták, ilyenkor az is kiderül hamarosan, hogy ez az Atlanti-óceán fölött, az Izlandtól 500 kilométerre északra fogja elérni a légkört először, ugye, tehát teljesen lakatlan területen, a 100 kilométerre még északabbra van egy Jan Mayen nevű ilyen vulkanikus sziget, ahol van egy NATO radarállomás, annak van egy 15 fős ilyen kezelő személyzete. Tehát ez volt az egyik, hogy teljesen lakatlan terület. A másik, hogy az azért látszik, ugye, amit én távcsővel mérek, fényesség, meg hogy kijön, hogy milyen messze van tőlünk, abból lehet becsülni egy átmérőt, ugye, hogy mekkora méretű égitest ver vissza ekkora napfényt. És látszik ilyen fényesnek, ilyen távol, és abból kiderült, hogy olyan 2-3 méter átmérőjű ez az égitest, tehát tényleg egy ilyen megtermettebb autó méretű, hát ugye a tömörsége miatt olyan 60-80 tonnára becsülik, ami volt ennek a sziklának a tömege, és igazság szerint ezektől a föld légköre nagyon szépen megvéd minket. Tehát gyakorlatilag ez belép a földi légkörbe, persze nagyon-nagyon fényes hullócsillagot okoz, valahol a telehold fényénél is erősebben világító ugye meteor jelenséget, de elég, a nagy része az elég, illetve általában a nagy nyomás meg a hőmérséklet miatt ezek szétesnek, szétdarabolódnak ezek az égitestek, és csak ilyen pici, maximum pár kiló grammos törmelék az, ami elérheti a föld felszínét, de itt az esetünkben ez beleesett az óceánba egészen biztosan, és valahol 1,5-2 kilométer mélyen ott pihen most is, meg valószínűleg mindörökké az Atlanti óceánnak a mélyen. Tehát emiatt nem kellett kiadni mondjuk riasztást. Érdekes lett volna, hogy ugye a lakott terület fölött történik, mondjuk egy kicsit később jön egy 2 órával, akkor ugye tovább fordul a föld, és igen, akkor mondjuk már Kanadának az északi részét találja el. Hogy akkor mit kiadnak riasztást, vagy azt mondják, hogy ez még túl pici. Nem tudom, elvben létezni kéne minden, hogy mondjam, kormánynak, vagy nem tudom milyen, de biztos, hogy van valami hivatal elvben, ami ezt figyeli. De hogy ténylegesen hogy menne végig egy ilyen riadólánc, pláne ilyen rövid idő alatt? Hogy csak hát igen, másfél-két óra volt, nem? Az egy érdekes kérdés, hogy ilyenkor kiadnak riasztást, vagy mondom, ez nem volt veszélyes, de végül is akadhattunk volna egy 10-15 méteresre is, ami azért már, amikor a légkörbe szép darabolódik, akkor elég nagy lökés hullámot indít, ilyen robbanásnak is nevezhetnénk, és ugye 13 februárjában Cseljabinszkban pont a város fölött történt meg ez a darabolódás, és hát a lökés hullám ablakoknak az ezreit törte be, és bizony sérüléseket is okozott. Hát ez egy érdekes kérdés, hogy ennek a feldolgozását láttuk korábban, ugye drámai esemény, ez a Ne nézz fel című amerikai ilyen film, picit lehet, hogy talán szatírának is lehetne nevezni, ami ugye sokkal nagyobb, egy 500 méteres üstökösnek a közelettét és a becsapódás előtti fél évet, ugye, hogy sok idő volt kibontakozni a mindenféle eseményeknek, azt vetette föl, hogy ez hogy történne meg. Hát ugyancsak azt tudom mondani, hogy azért, ha nagyobb lett volna, mondjuk 10-15 méteres, akkor sokkal fényesebb is. És akkor már egy nappal korábban, vagy két nappal korábban is meg lehetett volna találni. Ezen abban tudok bizakodni, mint csillagász, hogy kiszúrta volna valamelyik obszervatórium. Tehát ugye, ha nagyobb az égitest, a veszélyesebb, annál könnyebben meg lehet találni, mert annál fényesebb. Tehát ez ennyi pozitív dolog van ebben a jelenségkörben. És hát ugye ezért gondoljuk azt is, hogy például az 1 kilométernél nagyobbakat, amelyek igazán veszélyesek, tehát még nagyon komoly károkat tudnak okozni, azokat már mind felfedeztük, mert már nem nagyon kerülnek ilyenek elő, meg hát látszik, ezt lehet statisztikai módszerekkel vizsgálni, hogy az nyilván a legnagyobbakat a legkönnyebb megtalálni, és azért ezek a NASA-s pénzek, meg az egyéb kutatások, egyéb obszervatóriumok nagyon sokat feltártak az elmúlt 10-15 évben ezekből az égitestekből, és a nagyokat, azokat szinte 100%-osan. De Krisztián,
ez volt egy aszteroida, amelyet te észleltél elsőként a Földről, te figyelmeztettél mindenkit. Igen. De mindehhez még hozzá kapcsolódik az is, és azóta nem beszéltünk még egymással, hogy január 2-án egy üstököst is felfedeztél, ami azóta a te nevedet viseli. Mondta, mindig ott vagy a csillagvizsgálóban? Tehát, hogy... Hát ez egy ilyen részben szerencsés. Hát nyilván ezekhez kell egy kis szerencse is, meg persze sokat kell észlelni. Igen, ez annak a folyamánya, hogy ugye mi 2016-ban nyertünk egy Európai Uniós pályázatot a magyar kormánytól, és ezáltal tudtunk egy olyan felújítást végezni a mi obszervatóriumunkba, olyan eszközöket venni, amelyekkel egyébként idén 60 éves Schmidt rendszerű teleszkóp, amit én használok a Mátrában, annak nagyon megnőtt a hatékonysága, megnőtt 10-szeresére nőtt a látómezeje, tehát hogy mekkora területet tudunk egyszerre lefotózni, és ez nagyon alkalmasá tett, tehát a földközeli kisbolygók, meg így akkor kiderült üstökösök felfedezésére is, és hát viszont ugye ilyen befektetés után, meg ilyen felújítás után, mikor végül 2020 augusztusában elkezdett dolgozni ez a távcső, hát akkor illik eredményeket produkálni, úgyhogy igen, hát bizony minden derült éjszaka. Például a mögöttünk álló éjszaka is, én a távcsővel dolgoztam, és kerestem az égitesteket. Hát ezek a nyári éjszakák így májusban nem nagyon jók, mert 2:30-kor már elkezd világosodni csillagászati szempontból, úgyhogy ilyenkor sokkal kevesebb a felfedezés. De hát január, amikor az üstököst találtam az igazi csillagász Kánaán, 14-16 órás éjszaka van, akkor aztán lehet felfedezgetni. Ugye az éjszaka az nagyon sikeres is volt, ez a január 1-e per 2-a, mert akkor az üstökös mellett két ilyen földközeli kisbolygót, amik elmentek mellettünk, de azt is sikerült felfedezni, úgyhogy... Hát mikor milyen a képe? Krisztián, milyen a képe az üstökösnek? Nehéz kiszúrni? Hát alapvetően nem, ez nem volt nehéz, mert egyből látott, ugye a kisbolygók, vagy aszteroidák, ugye van egy ilyen nevük is, ugye az aszter, az valamiféle csillagra utaló név, ugye az azt mutatja, hogy ezek olyan olyasmik, mint a csillagok, pontszerűek. Csak azt különbözteti meg az álló csillagoktól az égen, hogy mozognak körülöttük, vagy mozognak ugye előttük, vagy a képeken. Az üstökös az azt különbözteti meg, ugye, hogy olyan csóvája van, vagy legalábbis valami kómának nevezett ilyen légkör, ami ilyen kis ködös pacaként jelenik meg, olyan, mint egy galaxis lenne, csak épp mozog a kép, vagy olyan, mintha életlen lenne a kép. Először annyira furcsa volt, mert nem, tehát igazából kisbolygót kerestem, hogy azt hittem, hogy valahol, hogy életlen a kép valahol, és azért ilyen kis ködös, vagy elmosódott az objektum, de hát körülötte a csillagok, azok meg élesek voltak. Ezt az üstököst megtaláltam, úgyhogy így lehet kiszúrni, egyből azonnal, valójában azonnal látszott. Van, amikor nehezebb a dolog, mert azért vannak olyan üstökösök, amelyek kevés gáz bocsájtanak ki magukból, és halvány ilyen légkört növesztenek, és mondjuk első felvételeken nem is nagyon látszik, hogy van ilyen körülöttük, és csak később derül ki. Ez azért lett volna pech, mert akkor már nem szokták a felfedezőről elnevezni. Manapság az kell, hogy azonnal észrevegye az ember, és úgy jelentse be, hogy egy új üstököst talált, az a legbiztosabb. És hát ez egy évszázados hagyomány, ugye aki élt a 80-as években a Héli üstökösre, és a körülötte levő mizériára biztos emlékszik, és akkor ugye ott lehetett is tudni, hogy Edmund Héli, ugye 1600-as években élt csillagász, az, akiről ezt elnevezték. Az üstökösöket nagyon-nagyon rosszul évszázadok óta felfedezőkről nevezik el, és hát valljuk be, nekem is ez egy gyerekkorom óta formálódó, 12-13 éves korom óta, ilyen több mint 30 éve való vágyakozás volt, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon felemelő, meg klassz pillanat volt ott rögtön az év elején. Gratulálunk! És lehet még látni majd ezt a Sárnecki üstököst valamikor? Hát ez egy ilyen, elsőre nem sikerült valami helyben nagyot találni, mert ez gyakorlatilag egy hónap alatt el is tűnt a szemünk elől. Ez egy aprócska üstökös volt, azért láttuk csak így meg, mert elment a Föld közelében, de hát ugye pici is, savanyú is, de a mi üstökösünk. Én remélem, hogy majd fogok még találni következőket, újabbakat, és azok már egy kicsit jobban meg tovább láthatóak lesznek.
ne vagy úristen, akár még távcsőbe nézve szemmel, és akkor nem csak fotókon láthatom majd a képét, vagy a kópiáját, hanem egyszer a saját szememmel. Az lenne az igazán nagy vágy, hogy látnék egy önmagamról elnevezett istenet. Na, mi szorítunk ezért, Krisztián. Köszönöm szépen. Sárnecki Krisztián csillagász, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Csillagászati Intézet kutatója volt itt velem. Szép napot a továbbiakban is, és szép csillagos éjszakákat. Köszönöm szépen. Viszont hallásra.